Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legnehezebb GTA küldetés szedtük listába. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a GTA játékok azon küldetéseit nézzük meg, amelyek miatt szálanként tépkedtük ki a hajunkat. Már ami megmaradt. 10. Wrong Side of the Tracks, Grand Theft Auto San Andreas. San Fierro? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos SA. Shit, you got me. That look like them. Aki játszott már a San Andreas-szal, valószínűleg azonnal ez a küldetés jut eszébe, amikor a játék legnehezebb szakaszairól van szó. A Wrong Side of the Tracks küldetésben CJ és Big Smoke egy vonatot követnek, hogy megöljék a Vagos banda tagjait. Függetlenül attól, hogy milyen jól vezetsz, a legnagyobb fájdalom itt az, hogy Big Smoke mennyire pocsékul céloz. Ha mondjuk szerepeket cseréltek volna és CJ kezelte volna a fegyvert, Big Smoke pedig inkább vezetett volna, talán ez a küldetés is elviselhetőbb lett volna. Bár igazából én nem annyira szenvedtem ezzel a küldetéssel, mert elég sokat játszottam már a játékkal és elég jól is vezetek, de az is igaz, hogy először a második vagy a harmadik próbálkozásra sikerült csak végigvinni, szóval megértem, hogy az emberek miért nem szeretik ezt. Hey, 9. Death Row, Grand Theft Auto Vice City. Where did he take them? Bármilyen jók is voltak a történetek és a játékmenet a PS2-es GTA játékokban, ez nem kompenzálja azt, hogy néha mennyire nehéz bennük a vezetés. Ez különösen igaz a Vice City Death Row küldetésében. Lance Vance-t egy roncstelepen tartják fogva, és meg kell mentened, mielőtt az egészség mutatója a nullára süllyedne. A probléma itt az, hogy mire megérkezel és lerendezed a kapunál az őröket, Lance már elvesztette az életének körülbelül egyharmadát, így nagyon kevés időd marad Ricardo Diaz többi csatlósának leküzdésére. Annak azért örülünk, hogy a kórházba rohanás nem volt annyira kimerítő, főként, hogy csak egy átlagos sebességre képes autót kapsz ki. Nyolcadik, The Big Score, Grand Theft Auto 5. I got a good feeling about him. We'll only get one shot at this thing. Is this the shot we want to take? Nem fogunk túlságosan belemenni ebbe a küldetésbe, végül is a The Big Score az utolsó előtti küldetés a GTA 5-ben, szóval nem meglepő, hogy nehéz volt. Ennek ellenére nem számítottunk arra, hogy a nyilvánvaló megközelítés akkora kihívást jelent, mint amilyen végül lett. 8. Próbára teszik a türelmedet, mivel az ellenségek folyton szuperpontos lövéseket adnak le, szóval mire eljutsz ide a játékban, már nagyon kell tudnod lőni a fegyverekkel. Ellenkező esetben úgy tűnhet, mintha a falba vernéd a fejedet. 7. The Exchange, Grand Theft Auto 3. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot! A The Exchange azzal érdemelte ki hírnevét, hogy a küldetés közben teljesen olyan érzésed van, hogy a sikerre való esélyed teljes mértékben a szerencsén múlik. Nem csak, hogy egész idő alatt jól célzó ellenségek vannak a nyomodban, hanem mindössze 7 perced van arra, hogy elérd a gátat, lenyomd az ellenséged és megmentsd Máriát. 8. Ismét csak azt mondjuk, hogy számítani lehet rá, hogy egy játék utolsó küldetése vagy szintje nehéz lesz, csak arra nem számítottunk, hogy ennyire. Persze, azóta a játékosok már kitaláltak néhány módszert arra, hogy könnyebb legyen ez a küldetés, de akkoriban nagyon kemény volt. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. 8. Robbing Uncle Sam, Grand Theft Auto San Andreas. How we get this van? It wasn't outside when I came through. My homie LB, he like a clockwork ninja, real dependable. A San Andreas másik híret küldetése, és higgyétek el, nem az utolsó, ami ebben a videóban szerepel. A Grove Street család felfegyverezése érdekében CJ és Ryder betörnek egy katonai fegyverraktárba. Ez a küldetés egyszerűen túl sokat kér a játékostól, és a kelleténél körülményesebbé teszi a több feladatos munkát. Shit, CJ! Shit!
Amellett, hogy meg kell küzdened az ellenségekkel, szükséged lesz egy targoncára is, amivel egy ládát egy teherautóra helyezhetsz. Ezt 6-szor, ismétlem 6-szor meg kell tenned, hogy befejezd a küldetést. Közben végig azért imádkozol, hogy Ryder képes legyen fedezni téged. Utána pedig le kell ráznod a téged üldöző katonai járműveket, mielőtt elérnél a célodhoz. Túl sok mindennel kellett itt foglalkozni. Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. 5. The Driver, Grand Theft Auto, Vice City. Nem ismeretlenek számunkra az ilyesfajta alkalmi versenyküldetések a GTA-ban, de a Vice City esetében más volt a helyzet, hiszen szinte minden autóban olyan érzés volt, mintha egy jégkockát vezetnénk. Ez csak az első fele annak, amiért a The Driver küldetés annyira nehéz volt. A másik fele az, hogy a játék mennyire nem fair küzdelembe kényszerít a mesterséges intelligenciával szemben. Hillary King beszervezéséhez le kell győznöd őt egy utcai versenyen, viszont King egy izomautót vezethet, míg te csak egy olcsó szedánt. A helyzetet tovább rontja, hogy a rendőrség a verseny közepén üldözni kezd téged illegális utcai versenyzésért. Jó jártunk volna a küldetés ezer részével, ha az autónk statisztikái megegyeznek Kingjével, és mégis mi vagyunk azok, akit megbüntetnek. Ezután a küldetés után a Mario Kart sokkal igazságosabbnak tűnik. Okay, I'll drive for you, but please treat me bad. 4. Did somebody say yoga? Grand Theft Auto 5. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes, she's very center. A jóga való életben is élvezetes lehet egyesek számára. Na persze, én nem tartozom ezen emberek közé, de semmi kifogásom nincs ellene. Viszont jóga a GTA-ban? A Did Somebody Say Yoga kihívás sokkal rosszabb, mint bármelyik másik küldetés a GTA 5-ben. Már kaptunk néhány bosszantó hüvelykú gyakorlatot a Triathlon és az Epsilon kultikus küldetései során, amikor mindkettőnél sokkal több ideig kellett nyomkodni az X-et, mint ameddig szerettük volna. Let it out. I'm waiting for him to turn this into one of his episodes. Elég furcsa szögben kell tartanunk a kontrollert, miközben nyomba tartjuk a ravaszokat. Legyünk őszinték, nem szabadna ekkora fizikai megterhelésnek kitennünk magunkat, miközben játszunk egy videójátékkal. Yoga is the answer, Mikkel. But what is the question? Why am I such a moron? 3. Espresso to go, Grand Theft Auto 3. A GTA 3-ban ekkorra már valószínűleg megszoktad a játék néhány hülyeségét és a nehézségeket. Viszont az Espresso to Go más szintre emeli a hülyeség és a nehézség kifejezéseket. Liberty City-ben számos Espresso bódé található szétszórva, és 7 perc 50 másodperc alatt mind a 9-et meg kell semmisítened. De közben lőnek rád, amikor elérsz egy bódéhoz, és a küldetésnek ez a része az, ami annyira fárasztóvá teszi. Egy jó sebességű és jó páncélzatú járműre lenne szükséged, szóval a legjobb megoldás az, ha addig halogatod ezt a küldetést, amíg be nem fejezted a Mardman missziót, és feloldod a szerény sebességgel és golyóálló páncélzattal büszkelkedő Patriot autót. Ez ma már köztudott, de 2001-ben azért bőven szenvedtünk vele. 2. Supply Lines, Grand Theft Auto, San Andreas. Spend some time in Prague learning about myself, or just moping. Soha nem örültünk még ennyire annak, hogy egy nehéz küldetés csak választható, mert szentég ez a Supply Nice küldetés egyszerűen borzalom. CJ-nek egy kis repülőt kell vezetnie, és el kell találnia néhány Berkeleyhez köthető járművet. A mozgó célpontok nem jelentenek problémát számunkra, hiszen egyetlen küldetéstől sem várjuk el, hogy a célpontok csak úgy tétlenül várják, hogy lelőjék őket. Azonban a vezérlés az, ami eléggé megnehezíti az egész küldetés teljesítését. A repülőgép irányítása annyira iszonyatosan frusztráló, hogy a legtöbb ember inkább hagyja a picsába az egész küldetést. Ha mégis megpróbálkoznál vele, javasoljuk, hogy olvass el egy útmutatót, hogy megkímeld magad egy jó nagy adag fejfájástól, mivel itt a gyorsaság, a hatékonyság és a precizitás a legfontosabb. Smell it! You know that ozone smell. Smells like victory.
Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombot is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első: Demolition Man, Grand Theft Auto Vice City. This is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. A GTA eléggé hírhet lett a szörnyű helikopteres küldetéseiről. Ott van nekünk a Learning to Fly a San Andreasban és a Sexy Time a GTA 4 The Ballad of Gay Tonyban. De a legnehezebb ezek közül a Demolition Man. Sokat beszéltünk már az irányításról, de mégis mi más tenni ennyire nehézzé ezt a küldetést? Amellett, hogy eléggé monoton ezzel játszani, a Demolition Manben nincsenek checkpointok. You want me to drill you? Ezt az egész küldetést az elejétől a végéig végig kell szenvedned. Ha meghalsz, egészen a küldetés legelejére kerülsz vissza, ami tovább fokozza az egyhangúságot. Ez nem csak a legnehezebb küldetés a GTA franchise-ban, hanem az abszolút legmonotonabb is. És Isten irgalmazzon a lelkednek, ha a Vice City Platina trófeáját próbálod megszerezni, mert az egyik trófeáért meg kell ölned az összes ellenséget a helikopter propellereivel. Hát, sok sikert hozzá! Ti szeretitek a GTA játékokat? Melyik küldetés volt számotokra a legnehezebb? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!